Filmvetítésre invitálta az érdeklődőket a két évtizede megalakult Diósberényi Német Nemzetiségi Önkormányzat, ami töretlenül dolgozik azon, hogy életben tartsa a sváb hagyományokat. 2002-ben alakult, mint Diósberényi Német Kisebbségi Önkormányzat. Akkoriban még 5 taggal működött a Német Kisebbségi Önkormányzatunk. Jelenleg 3 tagra csökkent a létszámunk, hiszen német nemzetiségének vallók száma is lecsökkent. A pandémia azért nagyon sokat változtatott az eddigi felállásunkon, de rendszeresen szerveztünk német nemzetiségi napot, támogattuk az óvodát, mint intézményt, az óvodába járó gyerekeket, az időseket, kirándulásokat szerveztünk Grazba, Bécsbe, Villányba, Fekedre, Gerezslakra. Partneri együttműködésként az önkormányzattal is nagyon sok olyan dolgot tettünk, ami értéket teremt és értéket ment itt Diósberényben, mint például a Szent Vendel szobor felújítása, rendbetétele, és pályázatokat is próbálunk kihasználni, így a legtöbb pályázatunk a tájházra vonatkozott, ami most jelenleg is alakul, tehát még most is folyamatban vannak bizonyos munkálatok. Az egyházzal is nagyon sokat együttműködünk, így például az urnafal építését támogattuk, a temetési zászlót újat vásároltunk, stációt állítottunk, keresztet újítottunk fel. Tehát én azt gondolom, hogy igaz, nem szerveztünk világkörüli utakat, és nem voltak itt nagy fesztiválok és nagy események, viszont ami tőlünk telett, mindig mindent megtettünk, akár erőnkön felül is. Mi magunk húztuk a szekerünket, hogyha beleszakadtunk akkor is, és igazából egy-két pályázat volt, ami segített minket, illetve az önkormányzat. A Nemzetiségi Önkormányzat büszke arra, hogy létrehozta a ma élőházként üzemelő tájházat. Szerettünk volna egy olyan sváb építészeti jellegű házat meghagyni az utókornak, ami tükrözi az őseink életét, a megmaradt értékeit, és igazából kb. Egy 5 évvel ezelőtt vettünk egy ilyen házat. Hát akkoriban nem voltak pályázati lehetőségek, és így stagnáltunk, tehát vártuk a csodát, hogy mi is fog történni. Eltelt egy év, és kidőlt a tűzfal, tehát tulajdonképpen lett egy romházunk, és teljesen kétségbe estünk, hogy most mibe fektettük a kevés pénzünket, mi lesz ebből, hogy fogjuk ezt megcsinálni, hogy fogunk talpra állni. De hál' Istennek összefogással, felajánlásokkal, pályázatokkal elkészült úgy, ahogy a tájházunk, még van egy kis teendőnk még a külső helyiségekben, de már nagyon sokan megnézték, gyerekek is, felnőttek is, távoli vidékről érkező személyek is, úgyhogy reméljük, hogy ismét értéket teremtettünk, és hagytunk valamit az utókornak. Ilyen terveink között szerepel, hogy ez egy élő tájház lesz, tehát egy olyan ház, ahol gyerekek is járnak, idősek is járnak, ahol programok vannak, ahol akár közösen lekvárt főzünk, ahol beszélgetünk. A Német Önkormányzat testületi üléseit is ott tartjuk már, ott volt az idei közmeghallgatásunk is, és igazából azt látom az embereken, hogy nagyon nagy sikere van ennek a háznak, az idősek elérzékenyülnek, sokan úgy jönnek be, hogy ugyanilyen illat volt a nagymamámnál, ugyanilyen szentkép volt a falon a nagyszüleimnél, és ez így jó érzés, hogy tettünk valamit, és hagytunk valamit magunk után. A település legkisebbjei már korán megismerkedhettek a sváb hagyományokkal, hiszen az intézményi nevelést úgy alakították ki az óvodapedagógusok, hogy a mindennapjaik szerves részét képezi. A Diósberény óvodában német nemzetiségi óvodai nevelés folyik, ez azt jelenti, hogy egyik héten magyar, másik héten német nyelvű foglalkozások vannak. Az óvodában egy sváb sarok van, ami azt hiszem egy egyedi, mert nem sok óvoda büszkélkedhet ezzel. A gyerekek nap mint napot mennek el a régi használati tárgyak mellett, a bölcső mellett, az eszközök mellett, és a gyerekek tulajdonképpen szerepelnek a német nemzetiségi napokon, a német ünnepeken, hagyományápolási napot szoktunk tartani, a karácsony, tehát bármilyen közösségi, községi rendezvényen fellépünk, vagy akár a szomszéd településeken, mindig megmutatják a német óvodai nevelésnek az értelmét és a tartalmát is a magyar nevelés mellett. A legutóbbi rendezvény alkalmával egy filmvetítéssel készült a Német Nemzetiségi Önkormányzat az érdeklődőknek. Ez egy rendhagyó német nemzetiségi nap lesz, annyiban rendhagyó, hogy nem fogunk, az óvodásokkal nem fogunk fellépni,
illetve nem lesznek fellépő zenekarok, tánccsoportok, énekkarok, hanem egy filmvetítést terveztünk a mai napra. Eddig is több olyan filmvetítés volt, amit a könyvtárral együtt szerveztünk, ami például a Málenki robotról, ahol német nemzetiségi témájú filmeket vetítettünk, és tényleg sok érdeklődő volt. László Gábor filmje, ami a rendezvény alkalmával megnézhettek, a Diós Berényiek 52 percben foglalta össze az 1100 éves német-magyar közös együttélést. Egy mucsi származású rendező készített, és ez külön érdekes számukra, hiszen mucsi itt van nem messze tőlünk, és egy keretet képez az, hogy a mucsi temetőből indul a film, és a mucsi temetőben záródik. A helyiek fontosnak tartják azt a munkát, amit a nemzetiségi önkormányzat végez a településen. Hála Istennek vagyunk néhányan, akik a német nemzetiséghez tartozónak valljuk magunkat, és kiegészítve egyébként a községi rendezvényekkel az egész település számára tudunk ilyen programokat készíteni, programokat szervezni, és csinálni, mint amilyen ez a mai is. A jól sikerült német nemzetiségi nap alkalmával megtelt a település művelődési háza a magukat svábnak való helyekkel és a rendezvény iránt érdeklődőkkel.